nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Fő témáink néhány mondatban. 40. Faddombori Triathlon Fesztivál. Vízben és földön is megküzdöttek egymással. A közösségi élet már nem annyira jellemzi, kirándulásra alkalmas lehet. Szexuális csörgető. Vigyázzunk az utakon, tart az őzek párzási időszaka. Dombóvár, Szőlőhegyi Szent Anna napi búcsú. Jubileumi 40. alkalommal rendezték meg a hétvégén a Faddombori Triathlon Fesztivált. A két nap során több mint 1000 induló állt rajthoz, amatőrök és profik is egyaránt. Ők úszásban, kerékpározásban és futásban mérték össze tudásukat. Így indultak el a versenyzők a 40. alkalommal rendezett Faddombori Triathlon Fesztivál szombat délutáni sprinttávú országos bajnokság futamán. A megmérettetés 750 méteres úszással kezdődött. A triatlonosok miután kijöttek a vízből, egyből felültek a bicikliükre, hogy Fad és Tolna irányába kerékpározzanak 19 kilométeren. Ma a 40. alkalommal rendezzük a triatlon Faddomboriba. Szombathelyen meg egy Faddombori van még csak ilyen verseny Magyarországon, 40 alkalommal neveztek. Szerencsére itt van a legtöbb induló. Ma ezt meg is ünnepeljük. Egy balassalmati fafaragó kifaragott egy triatlon bölcsőjelentő alkotást, aminek ma lesz az átadása, és ide helyeztük itt Faddomboriba. A bicikliről leszállva a versenyzők a Nagy-Dunáig és vissza 5 kilométert futottak. Ebben a pillanatban célba érkezik a 40. sportolnak Faddombori Triathlon Fesztiválon a sprinttávon. A sprinttávot a Budaörsi Triathlon Klub versenyzője Cigány András nyerte. Jó úszással kezdtünk, utána egy viszonylag kicsi bójjal nehézkesen, de együtt dolgoztunk. A csapattársam, a Wagner Tamással próbáltunk egy kicsit szétszedni a mezőnyt, hogy ne a futáson dőljön el a verseny, és végül négyen szálltunk le, azt hiszem, a futásra, és szerintem én egy kilométer után tudtam érreállni, és végig egy ilyen kellemes tempóban végigfutottuk. A versenyen olimpikonok és amatőrök, idősek és fiatalok egyaránt indultak. Gosztolya József 65 évesen állt rajthoz, azt mondja, teljesítményének titka a rendszeres mozgás. Én gondolom, hogy sikerült. Szerintem kihoztam, amit tudtam magamból. Talán az úszás és kerékpárba szerintem ennyit ilyen jól még nem mentem. Futásban megbíztam el, hogy ez a 4.45 körüli átlagot tudom megtartani. Nádas Romina a hamarosan kezdődő Európa-bajnokságra készült fel a dombori versennyel. Nem pihentünk rá sokat, így kicsit a futásra már elfáradtam, de szerintem egészen jól sikerült, és reméljük 2 hét múlva beépül és csúcsforma lesz a Európa-bajnokságra. A helyszínre sokan kilátogattak, hogy barátaiknak, családtagjaiknak szurkoljanak. 1:17-1:6 alatt teljesítették a távot, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk. A rendezvény szervezői megköszönték minden résztvevőnek, önkéntesnek, szponzornak és a helyi közösségnek, hogy hozzájárultak a fesztivál sikeréhez. A szebb napokat is megélt szekszárdi csörgető helyzetéről múlt héten számoltunk be. Most helyieket is megkérdeztünk, mit gondolnak a tóról, amit egykor a pezsgő közösségi élet jellemzett. A képeken az 1900-as években virágzó szekszárdi csörgető látható, amely a két világháború között élt a fénykorát. Ekkor rendszeres buszjáratok vitték ki az embereket ide, hűsgő közösségi élet jellemezte a strandot. A következő évtizedekben hanyatlás következett, volt, hogy a tó ki is száradt. A 90-es években aztán jött a rockfesztivál. Az önkormányzat nemrég kitakarította a partot és környékét, így a most kilátogatók leginkább kirándulni, pihenni járnak ide. Szoktunk, 2 hete voltunk kint utoljára, meg most jöttünk ki, egész nyugodt. Ott csendes, jó a víz, meg hogy meg lehet közelíteni. Igazából mi szeretjük, csak sokszor van, hogy putérkodnak itt, és azért néha járunk ki a gyerekekkel. Bizony a csörgető a nudisták kedvelt helyszínének számított régen, és az emberek elmondása szerint ez még ma is jellemző. Ezt akkoriban is szigorúan büntették, erről mesélt korábban Töttös Gábor, helytörténész, a Szekszárvidéke kiadvány 1885-ös írását idézve. A csörgetőben a ruhátlan szabad fürdést gerendai szolgabíró a legszigorúbban betiltotta, a tilalom ellen vétők 8 napi elzárással büntettetnek.
Ezeken a felvételeken pedig már az 1999-es Forenszky Róbert által rendezett Csörgetavi Rockfesztivál dokumentumfilm képei láthatóak. A fesztivál 90-es években rendkívül népszerű volt a rockerek körében. A 2010-es években próbálkoztak ennek újraélesztésével, inkább kisebb, mint nagyobb sikerrel. Ihász Géza még az aranykorban vett részt ezeken a rendezvényeken. Hát nagy élmény volt, hát úgy most már nem emlékszem koncert, ugye ez már 30-valány éve volt. Amikor én utoljára voltam itt. Jó élet volt, szerettük. Nem csak a szexárdiak, szerintem az országos szinten szerették, tudták, hogy ez működik, és jó működött. Máté Péter szexárdi önkormányzati képviselő kérdésünkre korábban elmondta, jelenleg a tóvíze kiváló minőségű, céljuk, hogy a területet minél inkább alkalmassá tegyék a kirándulók számára. Jelenleg azért nem elég rendezett a környezet, ezen mindenképp szeretnénk változtatni. A biztonság érdekében és a illegális hulladéklerakók ellen viszont kamerát telepítünk, a kameratelepítésnek a beszerzése folyamatban van. A képviselő szerint a tó manapság inkább kiránduló helyként szolgál, mintsem egy olyan területként, ahol a jövőben rendezvényeket tartanának. Több súlyos baleset is történt a hétvégén Tolnavár megyében. Még pénteken Nagydorog térségében egy férfi autóval letért az útról, árokba hajtott, majd egy fának csapódott. A baleset után a sofőrt és utasát is súlyos sérülésekkel vitték kórházba. Egy autós közlekedett a főúton Paksról Szekszárd felé, amikor letért az útpatkára, majd az ott levő szallagkorlátnak ütközött. A jármű egy több méterre lejjebb levő ház kerítésének csapódott, majd felborult. Egy másik sofőr az M9-es autóúton keresztül akart visszafordulni az M6-os autópálya irányába, amikor figyelmetlensége miatt neki ütközött egy másik kocsinak. A balesetben a vétlen jármű egyik utasát mentőhelikopter vitte kórházba. Tolnavár megyébe sajnos már szép számmal kellett idén is vonulni közlekedési balesetekhez. 158 alkalommal avatkoztak be a tűzoltóink már különböző közúti közlekedési baleseteknél, 104-en sérültek meg Tolnavár megye útjain, és sajnos 4 ember életét már nem lehetett megmenteni. Pupréka, a paksi atomerőmű SR dzsúdósa, Tokió után Párizsban is olimpiai 5. helyet szerzett az 52 kg-osok között, miután elvesztette a bronzmeccset francia ellenfelével szemben, aki a hosszabbításban egy Vazarit érő akcióval múlta felül a magyar versenyzőt. Úgy éreztem, mindent beletettem ebbe a meccsbe, de ez most nem volt elég. Nyilatkozta a vereség után Pupréka. A múlt héten rendezték meg a székelyföldi Tusnádfürdőn a 33. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábort, közismertebb nevén Tusványost, melyre ellátogatott Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna Vármegye országgyűlési képviselője is. A politikus részt vett többek között a megnyitón és a nemzetpolitikai kerekasztalon is, melyen Kárpát-medencei magyar politikai szervezetek képviselői szólaltak fel. Július utolsó napjaiban járunk, egészen augusztus közepéig tart az őzek párzási időszaka. A Szekszárdi Aranyfürt Vadásztársaság azt javasolja, közlekedjünk nagyon óvatosan és körültekintően ezekben a hetekben. Csabai János vadászmester ismertette, hogy pontosan miben nyilvánul meg az őzek viselkedésének megváltozása. Mozgásuk megváltozik, kiszámíthatatlanabban válik a mozgásuk, és a közlekedőkre ez veszélyt jelent. Ugyanúgy a gépjárműre, motorosra és a biciklisekre is, akik kint a természetben, bicikli utakon is közlekednek. Ez abból adódik ez a hirtelen mozgásuk, hogy a természetük ugye most ivazási időszak van, és a bakok rivalizálnak, a sutákat hajtják, egymást hajtják, és így bármely pillanatban, bárhol feltűnhetnek. A vadásztársaság felhívja a kutyasétáltatók figyelmét is, hogy ezekben a hetekben különösen vigyázzanak magukra és kedvenceik testi épségére. Előfordul, hogy a friss őz szagára beindul a kutya, megpróbál utána menni a váltóján, és ebből is lehet baleset. Az őz megúszza, átúrik az úton, és a kutyát megelőti az autó. Tehát ilyenkor a kutyasétáltatóknak is oda kell figyelni a kutyájukra, hogy pórázon legyen. Egyébként se lehetne másképp kint a területeken csak pórázon a kutya, de hát az a gyakorlat, hogy azért viszik ki a kutyát, hogy tudja, szaladja ki magát,
de nincs is ez a különösebben nagy probléma, csak ilyenkor ez egy külön veszély, meg hát az is ne van, hogy esetleg elveszhetnek ezek a kis kutyusok. De nem csak a vadak jelentenek veszélyt július végén és augusztus elején. Emlékeztetett erre Köves Péter, a Tolna vármegyei katasztrófa védelem szóvivője. Adott esetben egy vihar, ami hirtelen érkezik, adott esetben erős széllökésekkel, illetve a hirtelen lezuduló nagy csapadék megint csak az út viszonyokat tudja ilyen szinten rontani. Leszakadhat egy-egy faág is az úttestre, illetve fák is dőlhetnek ki, ezekkel is számolnunk kell, és itt a július közepétől augusztus közepéig tartó időszakban pedig a vadveszélyre is fokozottan figyelnie kell az úttesten közlekedőknek. Fontos, hogy az utakon betartsuk a táblák által meghatározott sebességeket, és ahol jelzik a vadveszélyt, óvatosak legyünk. Soha nem született még olyan kevés gyermek Magyarországon, mint idén júniusban. A Központi Statisztikai Hivatal nemrég közzétett adatai szerint az előző hónapban 6040 gyerek született. Ez 17%-kal maradt el a 2023-as év azonos időszakához képest. Az idei június születés száma történelmileg is a legalacsonyabbnak számít, hiszen az adat még az eddigi negatív rekordot jelentő 2022. februári 6094 született gyermeknél is kevesebb, vagyis soha nem születtek még ilyen kevesen hazánkban. Elindultak a 2024-2025-ös szezon küzdelmei a Magyar Harmadosztályú Labdarúgó Bajnokság délnyugati csoportjában, ahol az első játéknapon a Tolna vármegyei csapatok is pályára léptek. Az előző szezon végén jelentősen meggyengülő FC Dunaföldvár kiütéses 8-0-as vereséget szenvedett a pécsi PMFC ellen. A majos egy pontot tartott otthon a kaposvári Rákóczi ellen, a Bonyhád és a Szekszárd együttesei pedig nyerni tudtak idegenben. Előbbi az FC Phoenixet, utóbbi a PTP alatt győzte le. Dombóvár Szőlőhegy védőszentjének, Szent Annának a tiszteletére tartottak ünnepséget a városrészben. A reggeli szentmisét követően zöldben zölden környezetvédelmi kalantúrán vettek részt kicsik és nagyok. A délután focikupával és zenés műsorokkal folytatódott, majd a résztvevők elfogyasztották a főzőversenyen elkészült ételeket. Az eseménydús napot utcabál zárta. A Dombóvári Életfana Családos Egyesület reggel 9 órától egészen délután 1 óráig várta az érdeklődőket a programjaival. A rendezvényünk ez egy igazi kalantúra, környezet és környezetünk védelme tematikája. Ez egy rendhagyónak szántuk, és hagyományteremtőnek is egyben. Ez először alakult így a város és a környékbeli családok kérésére, ugyanis több helyen megállítanak minket a városba, mikor kitör a vakáció, hogy ugye rendeztek valamilyen programot a nyáron, mert tudják, hogy nálunk a 0-tól 99 éves korig mindenki jól érzi magát, sőt a 100 is. Itt most az a célunk, hogy egy kicsit a környezet fele toljuk, illetve irányítsuk a családokat, a gyerekeket, mert a legkönnyebb a gyerekeken keresztül életmódot váltani. A helyi polgárőrök állandó támogatói a rendezvénynek. 3 éve volt már a Nagycsaládos Egyesületnek egy programja, azon is részt vettünk. Akkor még nem voltak lovasaink, most viszont meginvitáltuk őket, hogy legyenek szívesek egy kicsit átjönni. Hosszúhetényben van nekik a lovas udvaruk, és onnan gyalogoltak szegény lovak idáig, azért, hogy a gyerekekkel egy kicsit tudjanak foglalkozni, vagy a gyerekek lássanak élő állatot is, hogy kutyuson kívül még talán lovak is vannak. A Szőlőhegyiek Szőlőhegyért Egyesület volt a főszervezője Dombóvárváros önkormányzatával karöltve a Szent Anna napi búcsúnak. Itt a Szőlőhegyen a Szent Anna búcsú már régi időkre visszavezethetően, ugye ez búcsújáró hely volt, ugye a Szent Anna búcsú, a Szőlőhegyi búcsú, ugye az mindig nagy hírneve kapott itt a környékben, és ugye volt egy kis idő, amikor ez egy kicsit ellaposodott, és úgy gondoltuk a Szőlőhegy kis illetve a Dombavárváros önkormányzatának a támogatásával, szervezésével, hogy ezt a bucsúi hagyományt egy kicsit feleleveníteni, újra behozni a közéletbe ezt a retro, régi falusi bucsúi jelleget, bucsúi életérzést, ugye focikupa, főzőverseny, hál' Isten nagyon sok jelentkező volt, akiknek szeretném mérettetni főzőtudományát, foci csapatok, a ringlés, a dodgem, este utcabál, és hogy ezt az életérzést újból egy kicsit visszahozni a közéletbe. Igazi retro búcsú hangulatot sikerült teremtenie a Dombóvári városrészen a Szőlőhegyi közösségnek.
regionális híreink következnek. Korábban megvehetjük a hazai gyümölcsöket. Az időjárás 3 héttel hozta közelebb a szezont. Hivatalosan is elkezdődött az idei Magyarok Kenyere program. Ünnepélyes búzagyűjtő nap Sombereken. Már kezdődik a szilva szezon, a csemege kukorica is a pultokon van, az őszi barack pedig a közepén jár, mondták a hazai gyümölcsökről az őstermelők a pécsi piacon. Az időjárás előrébb hozta az érési folyamatokat, mint tavaly. Az árusok szerint érdemes figyelniük a kínálatot a háziasszonyoknak, ha szeretnének eltenni a terményekből térre. Gyümölcsökkel, zöldségekkel vannak tele a piaci pultok Pécsen. Olyan hazai finomságok is megjelentek már, amikkel a korábbi években nyár végén találkozhattunk csak. Most a szilva szezont kezdtük, nekem ez az 5 fajtám van, ez az első fajtám, és utána jönnek szilva, az nekem a választékban október elejéig fog lenni. Nagyon késői fajták is vannak. Az őszi barasznak a közepén tartunk, a kajszinak ez pedig a legutolsó fajta, tehát ez a legvége a kajszi baraszból, a kajszi kínálatból. Az időjárás erősen befolyásolja az érési folyamatokat a gyümölcsösökben, gazdaságokban, mondja az őstermelő. A szezon elején egy 3 héttel voltunk előrébb, ez a nyár közepi melegnek ez meg is maradt, azt gondoltuk, hogy talán egy kicsit visszazökkenünk a rendes kerékvágásba, de ezek a 1-2 hete 30-35 meg magasabb hőmérsékletek, ezek meghagyták ezt a 3 hetest. Úgyhogy 3 héttel előbb le fog menni az őszi barack is, a szilva annyival előbb fog érni, az is nyilván előbb le fog menni. Paradicsom és szőlő egy másik árusnál. Ők is a saját termékeiket hozzák a piacra. Aki idén nem figyel, lemarad a befőzési szezonról, mondja az őstermelő. Augusztusban szoktak paradicsomot befőzni. Most, ha nem főznek be, augusztusban nem biztos, vagy csak orror áron, hogyha még lesz paradicsom. A szőlőnek kedvez ez az időjárás, mert száraz idő van, és tehát jó a minőség, de korábban van, minden korábban van, 2-3 hét minimum korábban van. A borszőlő is, mert azzal is foglalkozunk, az is ott van, hogy szüret is, 3 héttel korábban lesz szüret idén, mint tavaly volt. Csemege kukorica egy másik standon. A nyár egyik kedvencét is hamarabb szerezhetjük be most. Idén egy olyan 2 héttel előbb kezdtük a szezont, igazából kb. 2 héttel tovább is fog tartani. Szerintem ilyen szeptember végéig, októberig biztosan tudunk szedni friss csemege kukoricát egész szezonban. Csak csemege kukoricával foglalkoznak a művelési területükön, mondja az őstermelő. Mindig friss árut tudnak hozni a szezon végéig, így alakították ki a gazdaságukat. 3,5-4 hektáron. Amin több szakaszt csinálunk, hogy egész szezonban friss legyen a kukorica. Szóval nem egyszer érik be az egész, hanem ilyen heti ciklusokat csinálunk. Az őstermelők azt mondják, érdemes a vásárlóknak is figyelembe venni, hogy a hazai gyümölcsök, zöldségek korábban, mint egy 3 héttel már kaphatók a piacokon. Ha pedig szeretnénk télire eltenni a finomságokból, akkor a befőzési munkálatokat is korábban kell megszerveznünk. Hivatalosan is elkezdődött az idei Magyarok Kenyere program. Ünnepélyes keretek között ünnepelték a Baranya vármegyei búzagyűjtő napot Sombereken. A búzagyűjtés már elindult Baranyában, 3 helyszínen is leadható az adomány. A Magyarok Kenyere programhoz kapcsolódó búzagyűjtésnek, adományozásnak Baranyában van a legnagyobb hagyománya az egész országban, mivel innen indult a rendezvénysorozat. Itt van egy olyan törzsadományozó csapat, akikre minden évben számítani lehet, mondta az ünnepsége Ritlinger József, a NAK Baranya vármegyei szervezetének elnöke. Mindig bármi történik, ők akkor is föl fognak ajánlani. Volt már olyan, hogy például valakinek családi tragédiája volt sajnos, és hát mondtam neki, hogy ha nem tudsz adni, nem baj, azt mondta, nem József, ezt én ide szálltam, és minden évben is ide szállnom, ameddig én vagyok, addig ez ide fog kerülni. És ezt meg is köszöntem neki. Én úgy gondolom, hogy azért vannak ilyen emberi sorsok, de azt látom, és azt tudom, mivel azért a vetésterület egy picit szűkült, picit, ami azt lehet mondani, 1/3 kevesebb lett az idén a betakarított buza, mint az előző években, ezért, ha ugyanazt meglépjük, tehát ugyanazt a mennyiséget felajánlják a gazdák, gazdatársadalom, akkor is többet ajánlottak föl, mint idáig bármikor. Én úgy gondolom, ez a 45-50 tonnát, azt a 2 kamiontételt biztos, hogy meg fogjuk tudni lépni, meg fogjuk tudni ugorni. Ritlinger József azt is látja a búzagyűjtő napon, amit ő már inkább adományozó családi napnak nevezne, mert itt most inkább megbeszélik a dolgaikat, visszatekintenek az elmúlt fél évre, megbeszélik az aratás nehézségeit, az árak alakulását, teszi hozzá az elnök.
itt is azt látom, hogy egyre többen jönnek családostól, kisgyerekestől, és én azért is gondolom, hogy ez egyre szélesebb körnek fog örvendeni, és ezért is merem biztosan mondani, hogy ezek a mennyiségek meg fognak lenni. Máma reggel egy kis számvetést bekértük a gyűjtőpontoktól, hogy hogy állunk. Azt látjuk, hogy valahol ugyanannyi van, de két helyen több felajánlás van, mint a tavalyi év ugyanezen időszakán. Azért ez egy mérleg, mert minden évben július utolsó péntekén van ez a buzagyűjtő nap, és az így is marad. Az ünnepségen Őri László, a Baranya vármegyei önkormányzat elnöke elmondta, a Magyarok Kenyere program a Kárpát-medencei nemzeti összetartozás egyik legfontosabb szimbólumává nőtte ki magát. Azonban mi baranyaiak, akik itt élünk, emlékszünk a kezdetekre, 13 esztendővel ezelőtt a Magyarok Kenyere program innen Baranyából szökkent szárba. A baranyai gazdák voltak az elsők, akik példát mutattak összefogásból, és aztán a későbbi években a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara egy olyan védőhálót nyújtott ennek a programnak, amely aztán segítette azt, hogy ez valóban egy nemzeti programmá álljon össze. Hogyha az elmúlt közel másfél évtizedre visszatekintünk, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a baranyai és a Kárpát-medencei magyar gazdák felajánlási a legjobb helyekre kerültek. Több éven keresztül a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Böjte Csaba atya gyermekotthonaiba kerültek kenyérformájába az adományok, de más fontos célt is sikerült megvalósítani a program révén. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, a Magyarok Kenyere Alapítvány, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a NAK Magyarok Kenyere Nonprofit Közhasznú Kft. Együttműködésében szervezték meg a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program búzagyűjtő napját. A búza adományokat Sombereken, Vejtiben és Szigetváron lehet leadni a búzagyűjtő helyeken. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. 40. Faddombori Triatlon Fesztivál. Vízben és földön is megküzdöttek egymással. A közösségi élet már nem annyira jellemzi, kirándulásra alkalmas lehet. Szexuális csörgető. Vigyázzunk az utakon, tart az őzek párzási időszaka. Dombóvár, Szőlőhegyi Szent Anna napi búcsú. Kedden délután 30 fok körüli maximumok várhatóak. Alapvetően felhőtlen égbolt, szikrázó napsütés lesz jellemző, nagyon erős UV-sugárzással, napszúrás veszéllyel. A légmozgás többségében már legyengül. Ismét hűvös hajnalra készülhetünk. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!